Üdvözlet mindenkinek! 2024. április 6-án ez lesz az élőadás a jahuautja.hu weboldalon, YouTube csatornán és TikTok csatornán. Újra Jahusa példázataival foglalkozunk ezúttal a búza és a konkoly, az amit meg fogunk nézni. Előtte azonban felolvassuk a tíz parancsolatot, ami Mózes második könyvének verziójában így hangzik. Én Jahua vagyok, a te Elohimed, aki kihoztalak téged, Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen Elohimeid én előttem, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, Jahua, te Elohimed, féltőn szerető Elohim vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Jahuának a te Elohimednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt Jahu a büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a sabát napról, hogy külön válaszd azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Jahuának a te Elohimednek sabátja semmi dolgod se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremti Jahu az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá Jahu a sabát napját és külön választá azt. Tiszteld Atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet Jahúa, a te Elohimed ad, te neked. Ne őj, a házasságot ne törd meg, ne lopj, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, és ökrét, se samarát és semmit, ami a te felebarátodé. Halleluja! Felolvasok egy másik szakaszt, ez Máté 24-es fejezetének 15-ös versétől így hangzik. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a különválasztott helyen, akkor akik Judeá Judeában lesznek, fussanak a hegyekre, a ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyem, és a mezőn lévő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon, imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se sabát napon. Halleluja! Még egyszer üdvözlet mindenkinek, ahogy mondtam, Jahusa példázataival megyünk tovább, a búza és a konkoly az, amit ma megnézünk. Ennek jelentését, tanulságait és üzeneteit, leginkább bibliai idézeteken keresztül fogom megkísérelni bemutatni haladva versről versre. Ismét látható lesz az én kutatásom evolúciója, úgymond hogyan közelítettem a mélyebb megértés felé. Végül idézek majd más tanításokból származó gondolatokat konklúzióként. A példázatot nem olvasom fel egyben, hanem mindig csak az adott szakaszt, és ez pedig Máté 13-as fejezetében jelenik meg, a 24-es és 25-ös verset olvasom csak először. Azt mondja, a más példázatot is adott eléjük mondván, hasonlatos a mennyeknek országa, az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége, és konkójt vete a búza közé, és elméne. Az egyetlen szó most, amit kijelöltem, ez a konkoy, Zizanion úgy mondja a görög, és ez konkoy perje, vagy úgy is hívjuk, hogy szédítő vadóc magyar nyelven, ugye itt látható a latin neve is. Ez a búzához hasonló mérgező növény. És van itt egy kép, amin szerepel a két növény egymás mellett, és valóban megdöbbentő a hasonlóság. Én is csak ennek a. Elkészülésnek az elején néztem utána, hogy pontosan hogy is néz ez ki, miért is lehet ezt annyira összekeverni a, a, búzával. És hát a, az összehasonlító kép már önmagában is magyarázza, hogy miért ezt a két növényt választotta Jahusa a történetben. A hasonlóság az valóban megdöbbentő, és tulajdonságaik megismerése után pedig úgy tűnhet, hogy nem csak ez volt a tökéletes hasonlat, de szinte olyan, mintha ezen példázat miatt alkotta volna őket az atya. Hogy mire gondolok, az mindjárt egyértelmű lesz. És mielőtt tovább haladnék, megkérnék mindenkit, hogy osszátok meg, illetve lájkoljátok videóinkat, hogy minél több emberhez eljusson ez az üzenet, illetve a teljes videót megtekinthetitek a yahuautja.hu weboldalon, akit ez érdekel. A búza tehát először is a Föld egyik legnagyobb területen előforduló gabonája. Ez valószínűleg nem újdonság senki számára, azt mondja, ez azt hiszem Wikipédia. A sivatagok és a sarkvidékek kivételével szinte mindenütt termesztik. Nyilván, mert ott nem nagyon él ember, ezért ott nincsen szükség rá. A nép élelmezésben elfoglalt szerepével kiemelkedik a többiek közül. Valószínűleg egyébként nem csak a többi gabona növény közül, hanem az összes növény közül. Kenyérgabona szerepén túl sokrétű felhasználás jellemzi, hiszen gazdag abrak takarmány, vagyis az állatoknak is adható, szalmája pedig értékes alomanyag, és különböző részei ipari alapanyagként is felhasználhatók. Vagyis tetőtől talpig mindene felhasználható, és mindene az egyik legjobb, legértékesebb alapanyag. Ezzel szemben a konkoly párja, vagy a szédítő vadóc, vagy ugye a konkója, ahogyan a, az írások rövidítette, az egyszikűek osztályába, párja virágúak rendjébe és a párjafélék családjába tartozik, azt mondja, az egész világon elterjedt száltóföldi gyomnövény, vagyis ugyanott megjelenik, ahol a búza nem véletlenül, amely elsősorban az ő szívetésű gabonák tábláiban tenyészik. Vagyis a búza tábláiban, például, vagy akár az árpa. A Biblia ezt a növényt említi konkolyként, és itt ők úgy írják, hogy Zizanion néven ismerik, vagyis említi a Biblia. Nagy károkat okozott, esős években a termés nagy részét elpusztíthatta. A konkójperje önmagában nem mérgező, de a szemtermés héja alatt vele szimbiózisban él egy gombafaj, amely toxinokat termel. Most is itt látható a gombafaj, meg a latin neve, meg hogy mit termel pontosan. 0,6 ezrelék temulina alkaloidot, meg, meg ezt a másikat termeli. Azt mondja, hogy régebben a gabonához keveredett magvakat a lisztbe is beleőrölhették, és ennek fogyasztása fejfájást, hányást, szédülést és érzék zavarokat okozhatott. Ha állatok nagyobb mennyiségben megeszik, nyilván az ember azért nem eszi meg nagyobb mennyiségben, mert, mert észreveszi a jelenlétét. Világos, hogy a búza közé is csak azért keveredett kicsi mennyiségben, mert azt nem lehet észrevenni. Most ezt csak azért teszem hozzá, mert ha az ember megenné nagyobb mennyiségben, akkor valószínűleg ugyanaz vonatkozna rá, mint itt a, az állatokra, ami azt mondja, hogy nagyobb mennyiségben megeszik, akkor hasmenés, gyengeség, szédülés, bizonytalan járás, aluszékonyság, szapora és gyenge szívverés, testhőmérséklet csökkenése, illetve zavar vagy néha teljes vakság léphet fel. Súlyos esetben légzésbénulás okozta elhullás, vagyis halál is bekövetkezhet. Most nem olvasom fel az egészet még egyszer, de amiket kijelöltem, ez a bizonytalan járás és aluszékonyság, vagy akár ami az embernél kis mennyiség fogyasztásakor is előfordulhat, azt mondja, érzékzavarokat és szédülést okozhat. Most szerintem már nyilvánvaló, hogy miért emeltem ezeket ki még egyszer. Az egyik, Ugye a két növény közül az egyik, a búza, az élethez szükséges legfontosabb tápanyag. Ugye kenyérgabona. És ez így van a, az idő kezdetétől fogva, ahogyan azt olvassuk végig az írásokon. Míg a másik nagy mennyiségben lassú halált okozhat, de legalábbis érzékzavarokat. Most ugye el fogunk Indulni ezen a ennek a példázatnak a, a spirituális magyarázatának irányában, szóval ezért emeltem ezeket ki. 24- es vers, ugye azt mondja, még egyszer, példázatot adott eléjük. Hasonlatosan mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. Ezt muszáj volt kiemelnem még egyszer. Aki a jó magot veti, az az embernek fia. Ugye ez már a magyarázat a 37-es vers. Hogyha ugrunk egy kicsit, akkor Jahusa el is magyarázza a történetet, de nyilván mindenki felkészült ebből, szóval nem árulok el nagy titkot. A besorolás címet adtam én a következő szakasznak. Azt mondja, Másiák ugye válogatás nélkül elvetette a jó hírt az egész világon, vagy az egész világnak. Mindenki számára elérhetővé tette a szót. Most gondoljunk a búzára, hogy amit felolvastam róla, hogy az egész világon elterjedt kenyérgabona, ezért is mondtam azt, hogy ez a hasonlat, ez majd, hogy nem csak a... nem lehet tökéletesebbet találni, mint ez a Kongo és a búza, hogyha a szóról beszélünk. Mindenki számára elérhetővé tette tehát a szót, Elohim szavát, függetlenül attól, hogy az az ember elfogadja-e vagy sem a föld, amibe esik a mag, lehet különböző fajtájú, ahogyan azt megnéztük a magvető példázatának vizsgálatakor. Az egyetlen gyümölcstermű verzió mellett, ha visszaemlékszünk, volt három, ami végül a mag elhalását okozta. Tényleg csak röviden versek nélkül, összefoglalva azt, amiről ott szó volt. Az első ugye nem gyümölcstermő föld, amikor az atya megszólítja az embert, csodát tesz esetleg életében, hívja magához különböző módokon, de az nem érti, fogalmaz az írás. Ez az első verzió, ugye ez Máté 13.19, ez, ez egyébként négy verssel azelőtt, ahogy mi most becsatlakozunk. Ez a szó volt a szünémi görög kifejezés, ami jelentheti az alábbiakat, nem érti ugye az első, amit a, az írások kiemel, de hozzátehetnénk azt is, hogy nem érti meg az az ember a jeleket, mint ahogy itt ez el is hangzott múlt héten. Vagy nem figyel, ezt is jelenti a szünémi kifejezés, vagy nem fogja fel azokat a figyelmeztetéseket, vagy azokat a szavakat. Ilyenkor mondhatni a magok fölöslegesen lettek elszorva. Legalábbis annak a, az embernek a, szemszögéből, akit nem sikerült felébreszteni az atyának. A második csoport, mikor ugyan a lelket megtalálta a mag, vagy sokkal inkább a nefest, ahogyan Robi kitért rá, és azt a videót is egyébként visszatudjátok nézni a yahooautja.hu weboldalon, és egy részét a YouTube csatornán is. Mindenképpen érdemes. Megtalálta a mag, a nefest, és elkezdi munkáját annak megváltoztatásán. De az aggodalom az ige, vagyis a logosz okozta kellemetlenségek miatt mégis inkább visszafordul az illető az útról. Ez foglalja össze a második csoportra vonatkozó szakasz, ami egyébként 13-21, ugyanez a könyv Máté. Úgy fogalmaz, hogy nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt. Ezeket a szavakat használja. És utána annak lesz a következménye az, hogy azt hiszem úgy mondja tovább, hogy ami botránkozást okoz. Elfordul az ember az útra. Ezen szavak pedig a tlipszis és a diogmos sokkal inkább jelentenek gyötrődést vagy szorongást, amit hoz egyébként a szótár is, illetve üldöztetést. Ők üldözést írnak és nyomorgatást, de ez gyötrődés, szorongás vagy üldöztetés. Vagyis amikor arra gondol az ember, hogy jaj, mit fognak mondani rólam az akárkik. Ugye ez lehet az, ami, ami sokakat elfordít útuk elején a, az egyetlen helyes ösvénytől. A harmadik csoportba pedig akkor tartozom, ha esetleg még az eddigieket is sikerült legyőzni a kezdeti lendülettel és kitartással, így már nem érdekel, hogy hányan gondolnak hülyének a kufi vagy egy fejkendő miatt. Viszont még akkor is lehet, hogy lelkem talaj a tövises, és idővel az állandó aggodalom vagy törekvés, ami már imna volt a szótárban, és a bőség vagy plutosz csábítása képes lesz visszarángatni a jól megszokott, egyszerűnek hit és remélt életemhez. Ez volt az utolsó csoport, illetve az utolsó nem gyümölcsöt termő csoport. Az elsőbe tehát, aki nem fogja fel, az tartozik. Nem fogja fel az üzenetet, nem fogja fel a szót. A második csoportba, aki konfliktusba ütközik az ige miatt, aki nem vállalja ezt ezért vagy azért. És a harmadik csoport pedig, aki nem hajlandó a lemondásra. És azért emeltem ezeket ki, vagy azért gondoltam fontosnak ezt újra elismételni, mert utána. Világos, hogy ezeket már mind konkolynak nevezi a megváltó a mai példázatban, hiszen akikről itt beszél, már mint a példázatunkban, ők már vagy gyümölcsöt teremnek, vagy lesznek a mérgező gyomnövény. A búza közé pedig nem véletlenül keveredtek be. Ahogyan soha semmi nem történik véletlenül. Azt mondja a 25-ös vers, de mikor az emberek alusznak, eljöve az ellensége, és konkóit vete a búza közé, és elméne. Ugye annak az embernek az ellensége, csak már most nem olvasom fel az összes verset mindannyiszor, aki veti a jó magot. Eljön az ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és aztán elmegy. Mikor pedig felnevekedik a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konkó is, de előbb nem. Máté 7 fejezetében, és ez a 17-es verstől azt mondja, eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Nagyon hasonló az üzenet ahhoz, amit ma fogunk olvasni a példázatnak a vége felé. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket, így fejezi be. Ezt a részt. Amint elkezdenek teremni a növények, ugye most itt gondolok igazából bármelyikre, de maradjunk a búza és a konkójnál, azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy ehető a -e termésük, vagy sem. A várakozásunkkal ellentétes az eredmény, vagyis nem ehető. Felmerül a kérdés, hogyan keveredett földünkbe az ehetetlen növény. A történetben úgy tűnik, hogy emberi mulasztás eredménye. Ez az, ami egyébként leginkább feladta a leckét. Azt mondja, a 38-as, ez ugye megint a magyarázata A, a 30-as számok az mindig a magyarázat, a 20-as számok az pedig maga a példázat. A szántóföld pedig a világ. A jó mag Elohim országának fiai, vagy Elohim fiai. A konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Ezeken ugye nem is kellett gondolkodni, hogy, hogy ki kicsoda, vagy mi micsoda. Azt mondja ez a Kateudo, ugye, amikor mondja, hogy a, az ember alszik, és emberek aludtak éjszaka, és akkor jött az ellenség, az ember ellensége, és rossz magot vetett, vagy konkolyt vetett a búza közé. Ez pedig alszik, pihen, nyugszik, vagy később azt mondja, elalszik, lustákodik, tétlenkedik valaki. És ez volt a dilemma. Olvastam ezt a szakaszt, hogyan tudná az ember megóvni azt a szántóföldet, amit Jahusa Hamásiak vetett be, ugye személyesen. Valahogy nem tudtam feloldani ezt a dilemmát. Miért az ember a felelős a konkóért, mikor ő a közelébe sem kerülhet, vagy kerülhetett egy ekkora játéktérnek? Elohim szava az egyik oldalon, sátán a másikon, és mégis az ember a felelős a konkoly elterjedésért a világon. Remélem ez így érthető, hogy mi nem volt érthető. És utána folytatta maga a gondolkodást, mégis az ember a felelős a rossz elterjedésért. És itt vált világossá amikor ezt így kimondtam magamban, vagy magamnak, hogy, hogy mi lehet az egyik magyarázat. Hát persze, hogy az ember a felelős, hiszen amikor egy kicsit is lankad, vagy lankadt a figyelme, elalszik, tétlenkedik, lustálkodik, azonnal belép a bűn az ő életébe, és úgy általában az életbe is akkor lépett be. Azt mondja Saul a római levélben 5-ös fejezet 12-es verse, ez annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek védkeztek. Ugye gondol itt arra, ahogyan a, hát ahogy a, a bűn belépett az életbe, a, a bűnbeesés. Például ezt jelentheti ez a, ez a végzetes elalvás, ami után hiába próbálnak jóvá tenni, amit hiába próbálnak utána jóvá tenni a szolgák, ugye a példázatban, itt már csak a vereségnek vannak fokozatai egy szempontból. A fáradtságra és az elalvásra van más példa is az írásokban, és jó pár figyelmeztetés ennek veszélyeire. Nyilvánvalóan a fenti történet is a spirituális figyelem lankadására utal átvitt értelemben, Eszembe jutott ugye az egyik példa, az öt bolond szűznek nem feltétlenül az alvás vagy az elalvás volt a legnagyobb hibája, de semmiképpen nem segítette őket jobb pozícióhoz. Ez ugyanez a könyv, Máté 25. Ötöstől úgy hangzik. Hésvén pedig a vőlegény mindannyian elszúnyadának és aluvának. Ez ugye a tíz szűz, ez mindenkire vonatkozott, a az öt bolonda, hogy fogalmaz az írás, és a, a másik öt, akik fel voltak készülve, elszúnyadtak, elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mindazok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat, akik ugye erre képesek voltak, mert fel voltak készülve. A bolondok viszont mondának az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak, mivel nem készültek föl, nem volt náluk elég, és így sötétségben maradtak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak, megérkezik a vőlegény, és akik készen állnak, bemenének ővel a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó. A bolondok pedig lemaradtak, ugye? Az okosak legalább felkészültek a gazda érkezésére, mielőtt ők is elaludtak, vagyis álmukból felkeltve is tudták, hogy mit kell majd cselekedniük. A felkészületlenség és a figyelmetlenség végzetes lehet ezen az úton. Meg valószínűleg mindenhol máshol is. Ezért a rengeteg emlékeztető az írásokban. Most erre csak egyet vagy néhányat, azt mondja Lukás 12.35-37-ig. Legyenek a ti derekaitok felövezve és szövét nekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő gazdájukat várják. Mikor jő meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjő és Zörget azonnal megnyissák neki. Boldogok azok a szolgák, kiket a gazda, amikor hazamegy vigyázva talál, Bizony mondom nektek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén szolgál nekik. A felkészültség tehát az kulcs. Azt mondja Saul újra, Thessalonika, első Tesszalonika levélben ötös fejezete, ez ennek az eleje. Mert igen, jól tudjátok ti magatok, hogy a gazdanapja úgy jöj el, mint a tolvaj éjjel. De ti atyám fiai, ez már a négyes, nem vagytok sötétségben, hogy a nap tolvaj módra lepne meg titeket. Ti minnyáján világosság fiai vagytok, és nappal fiai nem vagyunk az éjszaká és sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Itt nyilván nem az éjszakai alvásra gondol Saul, de ebbe az irányba nem is indulok el. És ugye miért legyünk éberek, illetve józanok? Mi lehet ennek az oka? Ha nem egyértelmű, akkor Péter első levelében van egy ilyen szakasz, ez az 5-8, onnan. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvénkit elnyeljen. Ahogyan tette azt, ugye ebben a példázatban is, ő mindig keresi a lehetőséget, hogy hol tud ártani. Ő sosem alszik mindig valami gonoszságon töri a fejét, vagy csak figyel, hogy az atya és az ő külön választotja éppen mit csinál, és lemásolja azt. Ahogyan a konkói vetésénél is tette. Ugye, amint az embernek fia végzett, ő is eljött még akkor éjszaka, és elvetette saját mérgező magvait. Most az is megint, hogy hogy tudta ő ezt éjszaka intézni olyan rövid idő alatt a, a történet lényege nem ez, hanem az, hogy, hogy amint megtörtént az, amivel az atya később eléri az ő célját, azonnal lemásolta, még éjszaka elvetette a saját mérgező magvait. Mindig csak valami hamis másolattal tud előállni, hiszen sátánnak nincs hatalma Elohim előtt. Nem. Isteni ellenfele mennyei atyánknak, és nincs ereje igazán harcolni Elohimmel. Ő mindig azt teszi, amit engednek neki, mert csak az atya megengedő akaratán belül működhet. Ezt láthatjuk jobb történetének vizsgálatakor vagy éppen a másiak megkísértésekor. Leginkább hanem is csak azt értem ugyan, hogy csak a körülményekre, de legyen leginkább a körülményekre van hatása. És mivel tudja, hogy nem nyerhet, az egyetlen lehetősége az, hogy a lehető legtöbb zavart okozza, hogy megkísérelje tompítani Elohim dicsőségét. Mindez azonban a hiába valóság gyakorlásának fog találtatni, mert Abjahua minden viszontagságot elvisel, és jóra fordít. Ezzel is bizonyságot téve mindenkinek. Talán még ide fért volna József, amikor majd, hogy nem csak szó szerint elmondja azt, hogy Elohim jóra fordította azt, amit ti gonosznak gondoltatok. Az is lehet egy ilyen példa, de menjünk ezzel tovább. Azt mondja, vagyis én írom tovább, ő képes volt az ördög által elvetett gonoszság magjait is saját céljaira olyan könnyedséggel felhasználni, mintha csak az ő terve valósult volna meg. Hiszen könnyen lehet, hogy ez így is volt. És nem csupán a konkoly és a búza példázata, de az élet sem lenne lehetséges rossz magvak nélkül. Furcsán hangozhat ez, de ki fog derülni, hogy miért gondolom én ezt. És a, az előző dilemmára visszatérve, úgy tűnik, hogy azzal a, a rövid értetlenkedéssel nem voltam egyedül, hiszen a történet szereplőinek sem volt feltétlenül minden világos. Kérdésük után, miután azt feltették, pedig szeretnének rögtön javítani a kialakult helyzeten. Na most miről van szó, ugye? 27-es től 30-ig. A gazda szolgái pedig előállván mondának neki, Adonája, vagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ugye honnan is tudhatnák, ha ők is aludtak? Ő pedig mondta nekik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák erre azt mondják, Akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat, mármint a konkolyt? Ő pedig mondta nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatnátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek a búzát, pedig takarítsátok az én csűrömbe. Most csak erre, hogy amikor összeszeditek a konkolt, biztos mindenki találkozott már azzal, hogyha kihúz egy bármilyen növényt, normál esetben gazt a földből, és ott körülötte vannak mások is, akkor elképzelhető, hogy a, azt a körülötte lévő nagyobb fő, föld kupacot kiszedés, ezáltal károsítja annak környezetét. Szóval ez az, amire gondolt, de biztos, ez mindenkinek megvolt. Hosszan tűr, ugye az atya. Az ember a búza biztonságát helyezi előtérbe, vagy az embernek fia, ahogyan a példázat elején fogalmaz, ez, ez maga a szó. És utasítja a szolgáit, hogy engedjék megteremni az egészet, mármint mind a kettőt, és a konkoyt, majd csak az aratáskor válasszák el. Az viszont az utolsó napja lesz a gaznak. Aki gyümölcsöt terem, azt mindenképpen meg akarja óvni az atya. A jónak minden hajszála számon van tartva, és a létező összes óvintézkedést meg is teszi értük Abjahua, még ha sokszor ez fel sem tűnik. Sőt, képes akár kompromisszumot is kötni, nehogy valamilyen úton, módon az ővéi szenvedjenek hiába. Erről eszembe jutott a kompromisszumról. Mózes első könyvének 18-as fejezetében 23-26-ig, ez ugye amikor Ábrahám csúnyán mondva üzletel az atyával, azt mondja, hogy avagy elveszted az igazat is a gonosszal egybe. Ez Szodoma és Gomorra története, és Ábrahám kérdezi ezt az atyától. Azt mondja, talán van 50 igaz abban a városban, avagy vagy -e, és nem kedvezele a helynek az 50 igazért, akik abban vannak. Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled ahogy az egész föld bírája nem szolgáltatná -e igazságot. És azt válaszolja erre Jahua, ha találok Szodomában, a városon belül 50 igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért. Ugye ez végül eljut tízig, ha minden igaz, mert Ábrahám se volt benne biztos, hogy lesznek ott 50-en, bár úgy tűnt már, hogy a tízben sem. Az a lényeg, hogy végződött a történet, ahogy végződött, még arról is szó esik nem soká. De láthatjuk ebből a párbeszédből, hogy az igaz képes időt nyerni a gonosznak. Ugye ez érthető. Az igaz miatt kegyelmezett volna meg a gonosznak az atya legalábbis átmenetileg. Esélyt találva, mármint az igaz a gonosznak, esélyt találva neki a megtérésre, hiszen ez egyezik Elohim céljával. Világos, hogyha nem egyezne, akkor nem lehetne szó semmiféle ilyesmiről, hogy a, az 50 igazért kímélje meg a többit is. Egyezik Elohim céljaival tehát, azt mondja Péter második levelében 3.9. Nem késik el az ígérettel Jahua, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr, értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ez az ő célja, is, ezért néha furcsának vagy érthetetlennek tűnő dolgokat sikar tőle ki az ember, mint ahogy most ez, a, ez az Ábrahámos is biztos megosztja a véleményt, hogy miért kedvezett volna tíz embernek azért a mind azért, ami ott folyt, Szodomában és Gomorában. Persze nem minden esetben jár hosszú tűrés, hiszen vannak menthetetlenek, akikre az agya sem vesztegeti kegyelmét vagy pont, hogy vesztegeti kegyelmét. Júdás is ír olyanokról az ő levelében, akik gyümölcsöt nem teremnek, és nem éppen bíztató sorok ezek, amiket ő itt ír. Ez a, ugye az egyetlen fejezetnek a négyes, majd a 12-13-as verse. Azt mondja, mert belopózkodtak valami emberek, akik régen előre beírattak ezen ítéletre. Gonoszok, Kik a, a mi Elohimünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli gazdát Elohimet, és a mi gazdánkat, Jahusa Hamásiákot megtagadják. Ezek szennyfoltok a ti szeretett vendégségeiteken tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, ahogyan a konkoly mindvégig a búzával vele lakmároz, lakmározik, és miért, hogy magukat hízlalják. Víztelen szelektől hányt vetett fellegek? Vagy elhárvat, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák. Tengernek megvadult habjai a maguk rútságát, tajtékozók, tévejgő csillagok, akiknek a sötétség homája van fenntartva örökre. Remélem még nem vesztett el senki a fonalat a mindezen versek, ugye ez az elhárvat, gyümölcstelen, vagy akár a, ez az akik lakmároznak a, az igazakkal gonosz létükre és a konkoly, illetve a búza párhuzamában. Ilyenkor mondhatjuk, hogy mindenki azt kapja, amit kiérdemelt, vagy megérdemelt. Ábrahám is épp, hogy csak lótot volt képes megmenteni annak két lányával, a többiek pedig oda vesztek. Ráadásul éppen olyan halált haltak, ami ennel az ítélet napja fenyegeti. A jobb belátásra nem bírhatókat. Mire gondolok? Ugye ez a halál, ez itt jelenik meg, ez Mózes első könyve még mindig, ez már a 19-es fejezet 24-28-ig. Azt mondja, és bocsát a a szodomára és gomorára kényköves és tüzes esőt Jahuától az égből. És elsőjezté a városokat és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait és a föld növényeit is. Magyarul mindent elpusztított, a város elsüllyedt, felégetett mindent, Abszolút mindent, semmi nem maradt mögötte. És hátra tekinte az ő felesége, Lót felesége, és sóbáványjá lőn. Ábrahám már csak attól, hogy hátra tekintett. Ábrahám pedig reggel arra a helyre indul, ahol Jahua a színe előtt állott vala. És tekinte Szodoma és Gomora felé, és az egész környék földje felé, és látá, és íme felszáll a földnek füstje, mint a kemence füstje. A ma, ezzel, a szembe vagy éppen emellett a mai példázat záró sorainak pedig az a magyarázata, ami a 39-es verstől, ugye Máté 13-as fejezethez ez még mindig így hangzik. Azt mondja, az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, vagy malachémiát, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek. És bevetik őket a tüzes kemencébe, és ott lészen sírás és pokcsikorgatás. Nem túl fényes jövő az, amit leír itt a gonoszokra nézve. Nem sokkal később, a 25. fejezetben, mintha egy másik magyarázat jelenne meg ugyanerről az eseményről, amit a könyv az utolsó ítéletnek nevez. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind, a külön választott Malachim, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, vagy ugye a konkolyt a búzától. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak, jertek én atyámnak áldottai örököjétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta mert éheztem, és ennem adtatok, szomjóztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Itt ugye kihagytam néhány verset, ez folytatja még, hogy mi mindent csináltak vele a jók és az igazak, mire ők még, még, ezt is ezt is megkérdőjelezik, illetve nem is megkérdőjelezik, hanem, hanem biztosra akarnak menni, mert ugye azt kérdezik tőle, hogy mikor volt az, amikor mi ezt cselekedtük veled. Mert nem emlékeztek rá, vagyis olyan, mintha az igaz még a jutalmat sem venni el, ami nem kiérdemelt. Majd a 41-esben azt mondja, akkor szól majd az ő balkeze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem szómjúhoztam, és nem adtatok innom. Itt megint ugyanaz van, megy ez a párbeszéd, azok meg nem akarják belátni, hogy, hogy, ilyen történt, vagy ilyen nem történt. A vége pedig az, és ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. És az ítéletről akárcsak a kévékbe kötött konkoly a pusztító tűzbe, valamint a jó magból felnövekedett búza Elohim csűrébe. Úgy kerülnek majd ezek jobbra és balra akár az állatok. Azért fontos a példázatokban való kommunikálás, mert mind a mellett, hogy az ember könnyebben el tudja képzelni a spirituális élet láthatatlan eseményeit, szinte bármelyre jár a világban, vagy bármivel is találkozik a természetben, vagy a saját kertjében, mindenről eszébe juthat az ő mennyei atya, és annak csodálatos bizonyság tételei az egészen hétköznapi dolgokról is, mint például egy konyhakert kigyomlálása, vagy éppen a fügefa csemete elültetése. Ugye gondolva itt akár a konka és a búza történetére, ezért, ezért, ez az egyik jelentősége annak, hogy példázatokban beszél, hisz ha amikor majd kimész és gyomlálod a kertet, akkor eszedbe juthat ez a történet. Mindenről eszébe juthat az embernek. Minimális gondolkodással olyanokkal találja magát szemben az ember, ami bár egyértelmű, de mégsem tűnt fel korábban, legalábbis számomra. Például a facsemetével kapcsolatban, vagy bármely elvetett maggal kapcsolatban az, hogy a növénynek egyszerre két irányba kell növekednie. Hiszen a felszín alatti sötétségben gyökeret, gyökere erősödésével, Kell terjeszkednie, hogy a szára, virága és gyümölcsei minél közelebb kerülhessenek a csábító nap világosságához. 1343 ez a példázat legvége. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában, akinek van füle a hallásra hallja. És ha már azt mondtam, hogy általában, vagyis hogy majdnem végig bibliai idézetekkel és versekkel próbálom én ezt magyarázni, ezt a példázatot, itt van. Dánielnek egészen biztosan volt füle a hallásra, ő így fogalmaz könyvének utolsó fejezetében. Mindezen példázatok elhangzása előtt fél évezreddel, vagy még többel. Azt mondja a 12-es fejezet, amit ugye mindenki tud kívülről, megtalálandó szakaszként. Ez egytől háromig így hangzik, és abban az időben, ugye ez az egyesnek a vége, megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. János pedig látomásban, vagy mennyei jelenésekben ezt látta. És ez a 20. fejezet már nem sok van. 20. fejezet 11-es versétől azt mondja, és láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani Elohim előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger is kiadál halottakat, akik ő benne voltak, és a halál, és a pokol is kiadál halottakat, akik ő náluk voltak és megítéltetének minnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűznek tavába vetteték. Ez lesz a konkoly a példázatból. Konklúziók pedig több van, mivel mondtam ugye, hogy nem csak sajátot írok, és ezt hagytam a végére, mert talán ez, ez jobban emészhető, mint a sok vers. Az, én azt írtam, a Konko és a Búza példázatának üzenete ugye sokakat elgondolkodtatott, és írásra különböző üzenetek megosztására késztetett az idők során. A jó és a rossz mag vetésének magyarázatát, ahogyan olvastuk, még maga a megváltó adja meg rögtön a mennyek országának, különböző példázatokban való bemutatása után. Mert ugye erről szól az egész szakasz, ez a, a példázatokban mutatja be, vagy írja le a megváltó, hogy hogy néz ki a mennyeknek országa, vagy mire lehet ott számítani. Hát sokaknak semmi jóra. Az igazak és a gonoszok tetteikkel kiérdemelt bánásmódban részesülnek majd a világ végén. Ezen a következtetésen kívül számos más tanulsága is van, és most felolvasok egy rövid tanítást, ami a pointoflife.net oldalról származik, ahol egy rövid összegzést fogalmaznak meg, illetve három tanulságot írnak, de szerintem több van ebben erről a példázatról. A búzáról és a konkolyról szóló példázatban azt találjuk, hogy egy ellenség hamis evangéliumot vetett el, vagyis hamis szót. Ennek eredményeként az igaz hívők, vagyis búza, és a hamis hívők, ami a konkoly, egymás mellett nőnek ebben a világban, várva az aratás napját. Amikor az Úr elválasztja a hívőket a nem hívőktől, a nem hívőket a pokorra ítélve, miközben összegyűjti a hívőket az ő mennyországába. Krisztus azért osztotta meg ezt a példázatot, hogy felkészít, felkészítsen minket arra az elkerülhetetlen konfliktusra és zavarokra, amelyek abból fakadnak, hogy hívők és nem hívők egymás mellett élnek. Felkészített minket az ilyen ellentétekre, nehogy elcsüggedjünk vagy kiábránduljunk tőlük. A lelki konfliktus jelenléte annak bizonyítéka, hogy Isten működik, az erkölcsi és lelki kudarcok jelenléte igazolja Krisztusnak a példázatokban megfogalmazott jóslatait, és így még inkább hitelt ad szavainak. A lelki konfliktus jelenléte ez, ez, de talán a következővel elmagyarázza. Azt mondja, hogy ezek egyike sem a lelki konfliktusok vagy az emberek lelki kudarcai nem ronthatják el az evangéliumot éppen ellenkezőleg. Ugye a, a, a sok rossz, amit látunk, az elbizonytalaníthatna minket, de azt magyarázza, hogy ennek pontosan jelentősége van, hiszen csak jóval vagy csak rosszal nem létezhet semmi, de erről, ha nem is itt, akkor a, a következő rövid szakaszban írnak majd. Ebben a példázatban van néhány tanulság, amit érdemes megfontolnunk, írják ők. Először is nem kell megpróbálnunk kitalálni, kik a nem hívők, és kik a hamis hívők. Ez nagyon világos pontja ennek a példázatnak. A történetben szereplő férfi azt mondta, hogy ha a szolgák megpróbálnák kiásni a konkóit, véletlenül a búzát is kiáshatják. Ugye nekem erről pár álmokfutása, legalábbis kezdeti álmokfutása jutott eszembe, ami szerintem azt mutatja be, illetve ennek a veszélyét mutatja be. Ő teljes meggyőződéssel vetette bele magát az igazságosztó szerepébe, ha visszaemlékszünk, és ellenállás nem tűrve szó szerint ki akarta írtani azokat, akik nem a helyes utat járják. Szerencsére az atya meglátta benne a példátlan elhivatottságot, és Megvakítván őt felnyitott a szemeit, hogy egy ilyen ellentéttel éljek, hogy észrevegye ő az, aki meg kell, hogy térjen gonosz útjáról, és utána minden jóra fordul. Ők úgy folytatják, az a törekvésünk, hogy azonosítjuk a konkóit közöttünk, az állandó ellenőrzés légkörét eredményezi, és az ítélkezés kultúráját teremti meg. Gyakran tévesen ítélünk meg egy igaz hívőt hamis hívőnek, és megsemmisítjük az igaz hívő hitét vagy tanúság tételét azt gondolva, hogy hamisak. Ez világos talán, hogy eddig miről írtak, vagy, vagy hogy jutottak el erre a következtetésre. Nem, nem mi vagyunk azok, akiknek bárkit meg kellene ítélni, vagy legalábbis semmiképpen nem kell azt olyan módon, ahogy, ahogy Saul úgy semmiképpen, de, de ellentmondást nem tűrően az ő tudomására hozni. Van, van ennek nyilván módja. Jézus az igaz hívők biztonsága érdekében megtanított minket, hogy ne ítélkezzünk, ne vizsgáljuk egymást, és engedjük meg, hogy az ítélet napján mindent megoldjon. Ennek a példázatnak ez a tanulsága igaz Krisztusnak a hegyi beszédben megfogalmazott tanításaira, is szerintem az még belefért volna. Mi szerint ne ítéljetek, hogy el ne ítéltessetek és pálírásaira a Róma 14.4-ben. Ki vagy te, hogy ítélkezel más szolgája felett? A saját urának áll vagy esik? Igen, feltartják, mert Isten képes megállítani. Most ezzel vagy egyet lehet érteni, de nem feltétlenül muszáj mindentől megóvni másokat. Én nem, nem azt mondom, csak azért van, van annak egy módja, még mindig az amellett kampányolok én. Másodszor, ez ugye az ő második tanulságuk, van egy szörnyű figyelmeztetés, amely megerősíti, hogy ön, vagy te búza vagy-e, vagy, -e, vagy konkoly. A búzát csűrökbe gyűjtik. Ez az üdvözültek összegyűjtésének és Isten örökkévaló való királyságának képe. A konkolyt összegyűjtik és elégetik a pokol örökkévaló elítélésének képében. Harmadszor pedig a remény üzenete, azon a napon, amikor a búzát és a konkolyt elválasztják, az igazak úgy ragyognak, mint a nap atyuk országában. Eljön a nap, amikor az Úr megdicsőít minket, és megadja nekünk azt az örökkévaló áldást, amelyet megígért. Ez volt tehát a pointoflife.net. Most pedig kénytelen vagyok még egy összefoglalót megosztani, amit már beharangoztam, ez szintén kihagyhatatlannak éreztem, mert talán segíthet elfogadni kinek, kinek saját helyzetét, és részben megérteni a gonoszság jelenlétét a világban. Amit ugye olyan sokszor feltesznek kérdésnek, hogy ha Isten létezik, akkor miért van mégis olyan sok gonoszság a világban. Azt mondják, Isten csak jó dolgokat alkotott. Mint azt Mózes első könyve, első fejezete teljesen világosan mutatja. Plusz, ahogyan az a konkó és a búza legelején el is hangzott ugye a kérdés formájában, hogy ő csak jó magot vetett a földbe. De nem sokkal később a gonosz behatolt a történetbe, és elültette néhány rossz magját. Ez volt az ára az igazi szeretet lehetőségének megteremtésének. Az igazi szeretetnek önkéntesnek kell lennie, az akarathoz pedig szabadság kell. A szabadságnak szükségszerűen nyitva kell hagyni az ajtót, vagy hagynia az ajtót, és a gonosz belépett a színe. Most, amikor a világunkat nézzük, jót és rosszat is látunk. Jézus elmondja nekünk a búzáról és a konkorról szóló példázatot, hogy segítsen megérteni azt a helyzetet, amelyben élünk. El kell fogadnunk azt a valóságot, hogy a rossz elválaszthatatlanul összefonódik a jóval. Talán vágyunk arra, hogy kényelmes távolságot tegyünk a jó és a rossz között de ez nem áll rendelkezésünkre. Ehelyett azt a biztosítékot kapjuk, hogy Elohim vagy Isten a végén tökéletes igazságossággal elintézi az egészet. Erről szól a konka és a búza példázata. A kérdés az, hogy mi Elohim munkatársai helyben vagyunk-e és készen állunk-e az aratás idejére? Vagy hogy mi egyáltalán Elohim munkatársai vagyunk-e? Ez pedig a oneforisrael.org oldalról egy szintén erre vonatkozó tanításnak egy, egy nagyon kicsi töredéke. Elsősorban tehát szerintem koncentráljunk saját magunkra, hogy biztosan azok közé tartozzunk, akik gyümölcsöt teremnek és előnyére válnak a közösségüknek, mert ha visszaemlékszünk, ez a feltétele annak, hogy nevünk egyáltalán felmerülhessen az élet könyvének felnyitásakor. Túl sok időnk már biztosan nem maradt mérlegünk serpenyőjét kedvező irányba elmozdítani, így minden adandó alkalommal meg kellene, vagy inkább meg kell ragadnunk a lehetőséget hibáink javítására, mert nyakunkon az ünnep, ugye, és ráadásul minden nappal egyre közelebb kerülünk a végső számonkéréshez. Az utolsó szakasz pedig, amit én felolvasok, az. János 15. fejezetéből 16-tól 19-ig így szól, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt tinálatoknál. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az ővé, de mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlölt titeket a világ. Halleluja! Most elköszönünk mindazoktól, akik élőben követték ezt a, a tanítást. Megtekinthetitek a teljes videót a yahooutja.hu weboldalon. Még délután fogunk visszatérni a, az ilyen tanításoknak a második szakaszával, amikor is az itt jelenlevők összeszedik, illetve elmondják, hogy ők mit találtak ezzel kapcsolatban. Továbbra is mindenkinek szép sabadnapot és halleluja! Ezt megállítom. Uh -huh.